Az együtt magasabbra a zöld átállás jegyében jelmondatú mélykúti szakmai találkozón Bányai Gábor országgyűlési képviselő kormánybiztos köszöntötte a megjelenteket. Beszédében a környezetvédelemre, a magyar vállalkozások megsegítésére hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint azzal, hogy Magyarországon gyártott magyar munkavállalók által készített termék kerül a kosárba, a helyi vállalkozásokat, a helyi embereket segítjük. Kívánom, hogy az együttműködő partnerek is ugyanazt érezzék a cég filozófiájában, amit elmondtak, illetve javaslom mindenkinek egyébként, hogy amikor vásárol, és bármelyik áruházban legyen az magyar vagy külföldi tulajdonú, tényleg a saját sorskérdésünk, a saját sorsunk van a kezünkben, amikor vásárolunk, a saját nehezen megkeresett forintjainkból vagy más pénzemekből, ha elköltünk egy forintot is, egy centet is magunkra, akkor érdemes megnézni, hogy az a magyar termék, hogy a Magyarországon forgalmazott termék az magyar terméke, mert önöket és a többi vállalkozást és munkáját védjük, támogatjuk ezzel, úgyhogy vedd a hazait és védd a hazait, ez egy nagyon jó jelszó, és ezt is kívánom itt ebben a teremben is még inkább a fejünkbe megerősödjék. A találkozón dr. Ladóczky Mária ügyvezető is köszöntötte a partnereket. Véleménye szerint az előadók, a szakemberek mind a környezettudatosságot, az emberbarát munkaerő megtartást szorgalmazzák. A Ladorek Kft. Ugye hulladékgazdálkodással foglalkozik, és lett egy másik üzletágunk, ugye az Assistant Kft.-nek a rendszerpartnerei vagyunk. És azért lett ez a mai napi rendezvény, hogy itt a környező vállalkozókkal közelebbi kapcsolatot tudjunk kialakítani, megismerjék a termékeinket, a szolgáltatásainkat, és ahogy az előbbi HR előadásban is sokszor feljött ugye a beszélgessünk, az együttműködés, az alakítsunk ki kapcsolatokat, a mai nap fókusza erről szól. A hulladék, a körforgásos gazdálkodás, a fenntarthatóság, a környezetvédelem, ez kéz a kézben jár, én úgy gondolom, és ezért is adtuk ehhez a második üzletághoz az arcunkat és a nevünket, mert teljes körűen hiszünk ebben. És a Bodrogai Ferenc úr, a Piszke csoport tulajdonosa személyesen kért fel bennünket, hogy csatlakozzunk hozzájuk, amit nagy örömmel fogadtunk el. ESG, ezzel az új keretrendszerrel egyre többet találkoznak majd a vállalkozások a jövőben, derült ki Mártonné Máté Kinga előadásából. Környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás és vállalatirányítás, de összességében ez az ESG egy új keretrendszer, egy új szemlélet, egy új felelős gondolkodás, amiben a vállalkozások megmérettetnek egymással és egymás között is. Ez egy jól mérhető, számokban kifejezhető valami, egy gondolkodásmód valóban, ami mindannyiunkat kell, hogy jellemezze a következő időszakban. Akár kicsi vállalkozás valaki, akár mikrovállalkozás, vagy kis és középvállalkozás, akár nagy vállalkozás. Nagyon fontos, hogy ezt a három pillért gyakorlatilag napi szinten a menedzsment gondolja végig, hogyan tudja a környezetvédelmet szolgálni, hogyan tudja a társadalmi felelősségvállalást felhozni a legfontosabb céljai közé, és miképpen tudja a vállalatot úgy irányítani, hogy az kellően átlátható legyen, a munkavállalóknak örömérét szolgálja, és összességében a vállalkozásnak a működése ezt a három pillért mindenképpen támogassa. A találkozón elhangzott, hogy a környezettudatosság része például a fóliamentes papírtermékek előállítása, a környezet és egészségbarát tisztító és takarítószerek gyártása. Ladóczky István ügyvezető beszédében a Piszke csoporttal egyre szorosabbá váló kapcsolatukról is beszélt. Nekünk volt kapcsolódásunk, ugye, amit a Piszke gyárt, annak a fejtési eseléke tulajdonképpen az a Ladorek Kft.-hez kerül, és itt volt egy külön kapcsolódási pont, hiszen az értékteremtésre való hajlamunk azt gondolom, hogy azonos. Nekünk nagy példa a Piszke csoport is, tulajdonképpen mi is folyamatosan szeretnénk nőni, és a korral haladni. Ez nagyon jó hívószó is lehet, ugye az egyik zászlós hajunk a hulladékfeldolgozásban az irat megsemmisítés. Ha azt vesszük, hogy azt gyűjtjük, válogatjuk, majd daráljuk, és papírgyárba hasznosul, akkor ebből az anyagból többnyire szalvéta, kéztörlő, WC-papír, zsebkendő készül, és innentől kezdve van egy találkozási pont, hogy a saját meglévő klientúránkon keresztül és a logisztikánkat felhasználva ezekkel a termékekkel ki tudjuk őket szolgálni. A szakmai előadások során szó volt az egészségbarát tisztítószerek iránti egyre nagyobb felhasználói igényről. A szakemberek gyakorlati példákon szemléltették ezek eredményességét, valamint beszámoltak az épület higiéniai termékekkel kapcsolatos tapasztalatokról is.
Az eseményen több a környezetvédelemmel és újrahasznosítással foglalkozó cég is jelen volt. Rajmond Attila vállalkozása szintén Balotaszálláson működik, PVC másodnyersanyagot dolgoznak fel. Mint mondta, külön öröm, hogy a zöld gondolkodás egyre nagyobb teret kap. Nagyon támogatom ezt a kezdeményezést. Szerintem az első ilyen rendezvény a környéken, és nagyon örülök neki, hogy ugye Balotaszállásról fakad ez a újrahasznosítási tendencia. Nem tudom, hogy van-e ilyen kimutatás, de szerintem balotaszállási lakosok számához képest talán lehet a országon belül a legnagyobb a újrahasznosított anyagok mennyisége. Úgyhogy mindenképpen üdvözlöm ezt a kezdeményezést, és bízok benne, hogy terjedni fog ez a zöld gondolkodás. Egyébként talán most kezd felélénkülni az újrahasznosított termékek iránti kereslet. Eddig mindig másodosztályú termékként gondoltak egy újrahasznosított termékre, és most ezekkel a gondolatébresztő és hatóság által elvárt rendszerekkel is előtérbe fog kerülni mindenképpen az újrahasznosított anyagoknak a felhasználása.